A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara vezetése nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a mai régiós konferencián. Örülök annak, hogy Nyíregyháza adhatott helyszínt ennek az eseménynek. És mint ahogy a bevezetőben elhangzott, itt a megyében nem ez az első ilyen konferencia, hiszen a megnyitó megtörtént már Nyíregyházán az őszi időszakban, és az elmúlt hónapokban tartottunk Kisvárdán és Mátészalkán is hasonló tájékoztató rendezvényt. A kereskedelmi és iparkamaráknak alapvető feladata a KKV-knak a segítése, támogatása és a megfelelő információkkal való ellátása. Ez a program is ezt a célt szolgálja, hogy minél szélesebb körben adjunk tájékoztatást a modern vállalkozások programjáról, az infokommunikációs eszközök használatáról, azért, hogy a KKV-k minél hatékonyabban és versenyképesebben jelenhessenek meg a piacon. Az infokommunikációs eszközök használata ma már tevékenységtől független, minden tevékenységnél alapvető feladat, hogy tisztában legyünk ezeknek az eszközöknek a használatával. Ezért a kamarában két munkatárs áll rendelkezésre a vállalkozók számára, hogy a tevékenységükhöz a megfelelő infokommunikációs eszközöket ki tudják használni. Itt ajánlom figyelmükbe Szántó Tamás és Tamás Szilárd kollégánk segítő közreműködését, és mint minden eseményen itt is el szoktam mondani, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara a Nyíregyháza Széchenyi utca 2 szám alatt működik az Omnia kávészalonnal szemben. Ezt azért tartottam fontosnak, mert van, amikor a vállalkozók nem tudják, hogy hová kell menni, merre található a kamara. Egy másik megyében ezzel szembesültem az elmúlt hetekben. Nagyon fontos az, hogy a vállalkozók tisztában legyenek azzal, hogy a piaci helyzetük javítása érdekében fontos most már ezeknek az eszközöknek a használata, és mi például a kamarai regisztrációnál sokszor szembesülünk azzal, hogy a gazdálkodó szervezetek nem a saját e-mail címüket adják meg elérhetőségnek, hanem a könyvelőjét, és van olyan, amikor a könyvelő megkapja 30 ugyanazt az e-mailt, és a vállalkozó pedig nem kapja meg a számukra fontos információról szóló tájékoztatást, és utána megkérdezik tőlünk, hogy mit ad nekünk a kamara, hiszen tőlünk nem kap semmiféle információt, a könyvelő viszont dúskál azokban az adathalmazokban, amiket küldünk felé. Nagyon sok olyan információ van, amiről nem a könyvelőnek kell tájékozódni, hanem a KKV vezetőjének, mert a KKV vezetője a döntéshozó, és a KKV-nak kell eldönteni azt, hogy milyen esemény érdekes számára, mi az, amin részt szeret venni, mi az, amit tud alkalmazni a mindennapi életben. Ezért szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét arra, hogy vegyék igénybe a kamarának a szolgáltatásait, figyeljék a kamarának a honlapját, és nézzék meg, hogy a kamara milyen információkkal és lehetőségekkel áll a vállalkozások rendelkezésére. Nagyon fontos az, hogy a KKV-k vezetői ezeket az eszközöket használják. Én a múltkor azt mondtam ugyan, hogy az én korosztályommal van a baj, de helyesbítek azzal kapcsolatban, hogy a fiatalok is használják az infokommunikációs eszközöknek bizonyos részét, de nagyon sok részét viszont nem. Tehát nekik is tájékozódni kell az új technikák, technológiákkal kapcsolatban, és most a mai nap is ezt a célt szolgálja, hiszen a kiállítók, illetve az előadók számtalan ilyen új lehetőséget fognak felajánlani. Én úgy gondolom, hogy a mi korosztályunknak pedig tudomásul kell venni, hogy haladni kell a korral, ezeket a technikákat használunk és alkalmaznunk kell, ha még nehéz is egy kicsit, hiszen mi nem így szocializálódtunk, hiszen amikor mi elkezdtük a tevékenységünket, akkor egy körülbelül ekkora teremben volt egy számítógép, és azon kezdtük el a programozási nyelveket tanulni, és most néhány év alatt pedig milyen messzire jutottunk. És nagyon sokszor az is problémát okoz, hogy szégyellünk segítséget kérni, mert úgy érezzük, hogy egy kicsit ciki, hogy nem tudjuk úgy használni akár az okostelefont, akár a számítógépeket, ahogy a fiatalok is, és irigykedve nézzük, ahogy egy-egy üzenetet milyen gyorsasággal pötyögnek be a gépbe. És ilyenkor azt mondjuk, hogy hát az informatikust megkérdezni azért az nagyon kellemetlen, hiszen ha én a vezetője vagyok az informatikusnak, akkor nagyon furcsa, hogy ő segít nekünk. Én ezt a problémát úgy oldottam meg, hogy én nagyon sok segítséget kértem a fiamtól, és ő nagyon
sok mindenben támogatott, hogy használjam ezeket az eszközöket és lehetőségeket, és nagyon szigorúan számon is kérte tőlem, és mindig azt mondta nekem, hogy anya, ha te nem tudod a prezentációdat elkészíteni, akkor ezt hogyan tudod számon kérni a munkatársaitól, hogy megcsinálják. És bizony igaza volt, tehát egy prezentációt is el kell tudni készíteni, és nem kell arra hivatkozni, hogy mi már ehhez idősek vagyunk. Én bízom abban, hogy a mai nap nagyon sok olyan újdonságot fog felvillantani, amit a kis- és középvállalkozások vezetői hasznosítani tudnak majd, és itt el fog majd hangzani az, hogy a várható pályázat kapcsán milyen előnyökkel jár majd az, hogyha valaki digitálisan felkészült vállalkozás minősítést kap, de erről én nem beszélnék, hiszen erre sokkal avatottabb előadók lesznek majd, akik beszélnek. Én arra kérem önöket, hogy hallgassák végig az előadásokat, érdeklődjenek a kiállítóktól, nézzék meg, hogy ők mit ajánlanak, és ha marad önökben kételj, akkor keressék a két munkatársamat a kamara épületében, és még tovább mennék azzal, hogy az elkövetkezendő hónapokban itt még a megyében fogunk szervezni hasonló eseményeket. A következő januárban lesz Nyírbátorban, februárban Nyíregyházán, és azt követően pedig Vásárosnaményban, tehát még nincs vége ennek az eseménysorozatnak, vegyék igénybe, nézzék meg, és hogyha az e-mail cím nem megfelelő a kamarai regisztrációban, azt kérem, hogy javítsák ki. Jó munkát kívánok, és jó tanácskozást, és úgy látom, hogy ez a mai nap olyan, hogy mindenkinek gyorsan el kell menni. Én is elnézést kérek, mert el kell mennem, mert a Top 100-as rendezvény itt egy sarokkal arrébb éppen most kezdődött, és ott is részt kell venni, de én mindenkinek jó munkát kívánok. Köszönöm szépen!